A vállalkozásoknak folyamatosan szükségük van jó szakemberekre, például cukrászokra. Többek között ezért rendezték meg a második Szabolcsi Cukrászkupát. Itt nem csak a versenyzőknek mutatják be a szakma adta lehetőségeket, hanem a pályaorientáció keretében általános iskolás gyerekeknek is. A fiatalok szakma választását nagyban befolyásolja a munkaidő rugalmassága és a kreatív alkotás lehetősége. Én úgy gondolom, hogy az elhelyezkedés az mindenki maga dönti el, hogy hol szeretne magának munkahelyet találni. Mindenképpen keresik a fiatalok a lehetőséget, itt a megyében is nagyon sok lehetőség van, de van, aki úgy gondolja, hogy ő Budapesten szeretne, vagy a Balaton mellett, vagy szeretne külföldre kimenni. Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a fiatalok itt találnák meg a számításukat, és minél többen itt maradnának a megyében. Erre pedig minden lehetőségük megvan, hiszen a turisztikai egységek fejlődésének köszönhetően egyre több cukrászra van szükség a térségben is. A jó cukrászra mindig szükség van, és nagyon fontosak az ilyen típusú megmérettetések, az ilyen típusú versenyek. Fontos a felkészítő pedagógusoknak, akik megfelelő irányban tudják a fiatalokat irányítani és felkészíteni, és mindenféleképpen plusz kapnak a gyerekek is, hiszen plusz feladatokat kell az ilyen típusú rendezvényeken, versenyeket megoldani. Először a Sipkaiban rendezték meg a versenyt, akkor a 8 jelentkezőnek egy-egy tortát kellett elkészítenie. Azóta változott a verseny, már nem csak a saját tudásukat mutathatják meg a fiatalok, hanem elleshetik más tájegységek vagy országok sajátos technikáit is. 12 csapat jelentkezett, két fős csapatok. Ennek a napnak a különlegessége, hogy nemzetközivé vált, egy szlovák csapat is jelentkezett, főleg végzős tanulók, 3 órás versenyben befejező műveletek zajlanak, kétfajta befejező művelet történik, egy mézes kalács, illetve egy disztortának a díszítése történik. Az értékelésnél ezért elsősorban nem az íz volt a fontos, hanem a látvány. A zsűri értékelte az új technológiai elemeket, és hogy hogyan tudnak az anyagokkal bánni a diákok.